Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket az STS Szabad Egyetem előadássorozat 23. szemeszterének 11. félévzáró előadásán a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központ kongresszusi termében. Az STS Szabad Egyetem 23. szemeszterében összesen 11 előadáson vehettek részt. Az előadásokon készült felvételeket a Szabad Egyetem Szeged honlapon, valamint a Szeged Televízió műsorában tekinthetik meg. Az előadás sorozat egyik célja, hogy élő kapcsolat alakuljon ki a tudomány és közönsége között. Önök itt az előadás után tehetnek fel kérdéseket az előadónak. Mai előadónk professzor dr. Szabó Gábor Nagykanizsán született 1954-ben. Középiskoláit Nagykanizsán, egyetemi tanulmányait Szegeden a JATÉ-n végezte, ahol 1978-ban szerzett fizikus diplomát. 1981 és 89 között vendégkutatóként összesen 4,5 évet töltött a göttingeni Max Planck intézetben, majd 1990 és 96 között vendégprofesszorként 2,5 évet a Houstoni Rice Egyetemen, 3 hónapot az Oszakai Egyetemen, 1998-ban pedig 1 szemesztert a Jénai Egyetemen. A teravattos lézerek fejlesztésének témaköréből írt doktori értekezésével 1993-ban megszerezte a fizikai tudomány doktora címet. Egy évvel később a JATÉ optikai és kvantumelektronikai tanszékének egyetemi tanárává nevezték ki. 2004-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjává, majd 2010-ben rendes tagjává választotta. Kutató munkájának központjában a lézerek fejlesztése, az ultragyors spektroszkópia, valamint optikai módszerek ipari és orvosi alkalmazásainak tanulmányozása áll. Az utóbbi években érdeklődése egyre nagyobb mértékben fordult a tudományos eredmények gyakorlati alkalmazásai felé. Ezt jelzi egyebek mellett az, hogy munkatársaival ipari és környezetvédelmi mérésekre alkalmas, nagy érzékenységű gázanalizátorokat fejlesztett ki. Tevékenységében mindig nagy szerepet kapott az oktatás. Közel 30 éve tart, előbb a JATÉ-n, majd az annak jogutódjaként létrejött Szegedi Tudományegyetemen alap- és speciális kollégiumokat, illetve PhD kurzusokat. 1996 és 2000 között, majd 2007 és 2011 között a Szegedi Tudományegyetem fizikus tanszékcsoportjának vezetője, 1993 és 1999 között a JATÉ TTK doktori tanácsának elnöke volt. 1998 és 2000 között, majd 2007 és 2009 között tagja a MAP plénumának, 1998 és 2000 között a Fizikai Képzési Ági Szakbizottság elnöke, 2007 és 2009-ben a doktori és a Fizikai Képzési Ág Bizottság elnöke. 2000-ben kinevezték az Oktatási Minisztérium kutatásfejlesztési helyettes államtitkárának, amely funkciót 2002. júniusáig tölti be. 2003 és 2006-ban az ELFT főtitkárává választották, 2004 és 2007 között az FTT tagja. 2003-ban a Magyar Innovációs Szövetség alelnökévé választották, 2007-től pedig az elnöki tisztet tölti be. 2010 és 2018 között a Szegedi Tudományegyetem rektora volt. Felkérem professzor urat, tartsa meg előadását. Jó estét kívánok, tisztelt hallgatóság! Richard Feynman, aki a 20. század egyik legkiválóbb elméleti fizikusa volt, általában az előadásait trikóban, vagy hát mondjuk azt, hogy kevésbé formálisan öltözve tartotta, és egyszer öltönyben ment előadni, mikor megkérdezték a hallgatóit csodálkozva, hogy mire készül, sose látták még öltönyben a professzor urat, és akkor azt mondta, hogy azért öltözött ilyen szépen, mert ma olyan dologról beszél, amit nem ért. Ez egyébként a kvantummechanika volt. Én azon gondolkoztam, hogy ha ezt követném, akkor a smokingomba kellett volna jönni, de azt el kellett volna vinni a tisztítóba, úgyhogy egyre maradjunk annyiban, hogy egy képzeletbeli smoking van rajtam, és valami olyasmiről fogok beszélni,
aminek a végén, hogyha sikerül azt az üzenetet átvinni, amit szeretnék, akkor, egyformán nem fogjuk érteni a kvantummechanikát. A vallás és természettudomány témakört, a címet azért választottam, mert sokan szoktak ez alatt ilyen címszóval az utóbbi időben különböző dolgokat mondani. Ahhoz, hogy egy kicsit közelebbről megértsük a diszkussziónak legalábbis bizonyos ágait, érdemes visszamenni a modern természettudomány kialakulásáig, hiszen az a kérdés, hogy milyen a viszonya a vallásnak és a természettudománynak, csak onnantól kezdve értelmes, ha már van természettudomány. Azért is érdekes ezt a témakört egy kicsit közelebbről megnézni, mert kevés olyan témakör van talán a tudománytörténetben, amelyet ennyire eltorzítottak a rátapadt klisék. Gyakorlatilag a vitában olyan dolgok szoktak elhangzani, amit gyakorlatilag szinte mind visszavetítés. Ugye kopernikuszi forradalomról szokás beszélni, a kopernikuszi forradalomat még két klisével szokás alátámasztani. Mit tett Kopernikusz? Ledegradálta a Földet, mert kivette a világ mindenség középpontjából. Egyrészt, másrészt, ugye olyan forradalmi gondolatokat, forradalmi új gondolatokat hozott be, amivel azonnal a katolikus egyház üldözésének áldozata lett. Ugye ez a két klisé, ez vastagon nem igaz, egyik se. Mondhatnám azt, hogy közelébe se jár az igazságnak. Az első, azt nézzük meg csak, hogy mit degradált, mi történt, mit csinált Kopernikusz. Ahhoz, hogy megértsük, hogy ő mit csinált, meg kell nézni, hogy milyen volt a korabeli világkép. Igazából ez a probléma. A probléma az, hogy 200 év ismeretét visszavetítjük az 1500-as évekre, és ettől teljesen hamissá válik az ítélet. Ugyanis abban az időben nem csak a geocentrikus modell volt a mérvadó, aminek az a lényege, ugye, hogy a Föld az a világ mindenségnek valahogy a középpontjában van, ez egy pillanat, amely mindjárt visszatérünk, hogy ez mit is jelent, hanem ez az arisztotelészi mechanikával együtt volt érvényes. Az arisztotelészi világképben egy nagyon szép, otthonos világról volt szó. Ugye itt ezen az ábrán látszik az, hogy először is, ugye itt van a Föld, itt a középen, tehát tulajdonképpen ketté van vágva az ábra, itt vannak a bolygóknak a szférája, és itt kívül valahol van az égi szférák zónája. Ez egy szép, zárt gömb, kívül nincs semmi, nem kell kérdezni, az már az égi szférák helye. A gömbnek a középpont, van egy középpontja, az a világ mindenség középpontja, nem a Föld, sőt, a Kopernikusz, az arisztotelészi rendszernél ugye az a probléma, nem probléma, az volt a világkép lényege, hogy négy elem van, amely négy elem sorrendben a Föld, a víz, a levegő és a tűz, és ezek így nem esednek. A világképnek volt egy nagyon lényeges része, a világban rend uralkodik, és minden elem a helyére törekszik. A legrosszabb a földnemű, az megy középre, és innentől fogva csak ugyan a Föld a világ mindenség középpontjában van, de az nem egy elegáns hely, oda megy a piszok. A középpont a lent, az ég, az égi szférák a fönt. Ez egyébként elég markánsan meg van fogalmazva néhány helyen. Ha valaki elolvas, vagy valaki megnézi például a Dante művét, ahol ugye a pokolnak egy rendkívül megrázóan erős leírása van, ott ugye, amikor áthaladnak a Föld középpontján, először is ott van a három legfőbb bűnös Júdással az élen, másrészt ott jég van. Egyébként ez is hozzátartozik, hogy Dante egy nagyon művelt ember volt annak idején, és tudta azt, hogy a későbbi illusztrációkkal szemben a Föld középpontjában nincs helye tűznek, mert a tűz az a negyedik helyen van, annak egész kívül kell lenni, ott legfőjebb jég lehet, mert a jég az a földhöz képest, a vízhez képest is földnemű. Tehát ez egy rendes, szép világ volt, és akkor jött Kopernikusz, és ezt összezavarta,
aminek az volt a következménye, ugye, tehát ez az arisztotelészi világkép lényege, az lett a következménye, hogy valójában Kopernikusz művével szemben sokkal több tudományos ellen, akkori értelemben tudományos ellenér volt, mint vallásos. Hiszen még volt egy nagyon fontos érve az arisztotelészi fizikának, hogy ha valami mozog, akkor az, ha nem élő, akkor valami mozgatja. Addig, amíg a Föld a középpontban volt, nem kellett, hogy mozogjon. Ha viszont kivesszük a Földet a középpontból, akkor azt mozgatni kell valaminek. Az, hogy a Föld az egy ronda nagy darab szikla, azt azért akkor tudták, ami azt jelenti, hogy teljesen érthetetlen, mitől mozogna egy akkora nagy darab szikla. Egyébként, hogyha most anakronisztikusan megnézzük, akkor tényleg arról van szó, hogy ahhoz, hogy a Földet például a körpályán tartjuk, ezt időnként föl szoktam adni a hallgatóknak, hogy számítsuk ki azt, hogy milyen acélkábelt kellene használni ahhoz, hogyha a Földet a naphoz kötnénk, és meg akarnánk tartani a pályáján. Elmondom a végeredményt, ennek az acélkábelnek az átmérője a Föld átmérőjének közel a fele lenne. Tehát borzasztó nagy erő az, ami a Földet a pályáján tartja, ami a napból származik. Ezek persze minden voltak ismertek, de az igen, hogy kivette valaki a Földet onnan, a Föld meg valamitől mozog, már miért is. A másik ellenérve, ami szintén tudjuk már, hogy tudományosan, a mai tudomány szerint nem megalapozott, az az, hogy a kopernikuszi modellben, mivel egyforma nagynak látszottak a csillagok, ezért ha azok távol vannak, akkor, és azt lehetett tudni, hogy távol vannak, mert az következett a kopernikuszi modellből, akkor azoknak nagyon nagynak kell lenni, sokkal nagyobbnak, mint a nap. Ezt se fogadták el, nem is tudott senki, a kopernikiánusok nem nagyon tudtak erre cáfolatot annak idején fölhozni. Tehát egész egyszerűen egy jó darabig a kopernikuszi rendszerrel szemben tudományos, az akkori tudomány tudományos ellenérvei voltak. Ugye ez az, ami magyarázza azt, hogyha minden csillagot ugyanakkorának látunk, akkor minél távolabb van, annál nagyobb. Hogyha elég messze van egy csillag, akkor akkorának kell lenni, ami elképzelhetetlen. Jó, ma már tudjuk azt, hogy az, hogy ugyanakkorának látjuk a csillagokat, az abból következik, hogy a fény hullám természetű, és a szemünkben mindig egy ugyanakkora, tehát amit már nem látunk, nem tudunk tovább felbontani, ez mindig ugyanakkora pontot jelent, ennek valójában nincs köze a csillagok méretéhez. De ezt akkor nem tudta senki, és ezért ez is egy nagyon komoly tudományos ellenér volt. Nem véletlen az, hogy ugye 1543-ban jelent meg Kopernikusznak a főműve, amit lényegében csak a halálos ágyán látott, és az 1500-as évek második felében az egyik legelfogadottabb modell volt Tycho de Brahe-nak, aki korra legkiválóbb csillagásza volt, elképesztő, szorgalmas és pontos megfigyelő volt. Ő azt mondta, ő összerakta a kettőt. Ugye a Ptolemaiosi modell szerint a Föld van a középpontban, körülötte kering minden, a Kopernikuszi modell szerint a Nap van a középpontban, és a Nap körül kering minden, a Tycho de Brahe pedig azt mondta, hogy a Nap van a közép, bocsánat, a belső bolygók a Nap körül keringenek, de a Nap meg a Föld körül. Ezzel tulajdonképpen összekombinálta a két rendszernek a tulajdonságait, és egyúttal megoldotta azt a problémát, hogy mitől mozogna a Föld. Ez a világkép, ez sokáig, évtizedekig tulajdonképpen az uralkodó világkép volt, csak mára már elfelejtettük. Ugye csak a kopernikuszi forradalomnak az időrendjét is érdemes egy pillanatra végig gondolni, hogy mi is történt. Ugye 1514-ben tulajdonképpen Kopernikusz közzétette a világmodelljét, hiszen a Convertariolus című kéz, soha nem nyomtatták ki, ez csak kéziratba terjedt. Ez 1514-ben már létezett, és ebben benne van minden fő állítása a kopernikuszi modellnek. Ugye utána 1543 ez a főmű, ez egy nagyjából olvashatatlan könyv. Aztán ugye mikor került elő az, hogy a vallás és a kopernikianizmus között konfliktus van? Valójában Giordano Bruno volt az első, aki esetében hát konfliktus volt. Na, de azért Giordano Bruno egy érdekes fasas volt, mert azért elég hosszú listája volt az eretnekségből, amiben úgy mellesleg benne volt a kopernikuszi történet is.
De azért Giordano Bruno olyanokat mondott, hogy Krisztus csodái azok bűvésztükkök voltak, nem hitt a szeplőtelen fogantatásban, nem hitt a kenyér átváltozásában. Nagyjából meg kell nézni, hogy mi a Bibliában lényeges, egyikbe se hitt. Meg mellesleg azt mondta, hogy a világ az végtelen nagy, és a naprendszerek vannak benne, ugyanolyanok, mint a miénk, és mindegyikbe bolygók. Az már egy apró szépséghiba az én szemben, hogy együtt a hozzátetteknek mind lelke van, és attól léteznek, hogy a lelkük mozgatja őket. Én azt gondolom, mert ugye most azt lehet mondani, hogy hát az exobolygó kutatás az utóbbi bő évtizedben több mint közel 4000 ismert exobolygó van, és most már az a csillagászat véleménye fizikai érvek alapján, hogy a csillagok körül jellemzően vannak bolygók. Szegény Giordano Bruno megégették, mert 300 évvel megelőzte a korát. Én azt gondolom, hogy a partalan fantáziálás akkor se tudomány, ha az eredmény véletlenül megegyezik a helyes végeredménnyel. Ha az ember megnézi Giordano Bruno művét, abban gyakorlatilag még nem is emlékeztet a tudományra. Mellesleg tele van hibával, amikor geometriai érveléseket hoz. És akkor 1613-ban ugye a Galilei per is elindulna, akkor már én azt gondolom, hogy ez az a pont, amikor a katolikus egyház úgy gondolta, hogy most már túl nagy a PR Kopernikusz körül, most már csinálni kell valamit, persze akkor se azonnal, hiszen 1616-ban tették csak indexre, tehát 1514-ben megvolt az alapmű, és 1616-ban tették indexre a De Revolutionibus-t. Rögtön egy apró kitérő, ez is egy érdekes történet, ahogy ez történt. Ugye a inkvizíció egy 11 konzultásból álló csoportot kért föl a vélemény megfogalmazására. Ez a kéziratnak a kritikus oldala. Ennek a résznek van egy olvashatóan kinagyított része, ahol itt van egy pontos vesző, ami elmaradt a későbbi átiratok során. Ez a pontos vesző, ez leírva itt van, tehát azt írják az alapokról, hogy az állítás ostoba és filozófiailag abszurd, pontos vesző, elválasztva, ez a fő állítás, meg mellékesen még eretnek is. Tehát még az inkvizíció konzultánsai is úgy gondolták, hogy az alapvető baj azért Kopernikusztól az, hogy szamárság, meg egyébként még eretnek is. Ezek a dolgok, ezek úgy nagyjából mind eltűntek a rendszerből, és megmaradt az, hogy a kopernikuszi forradalmat a katolikus egyház megpróbálta igazából minden eszközzel eltiporni. Egyébként az egy dolog, hogy nem akarom azt mondani, hogy nem történt semmi, csak azt akarom mondani, hogy nem így kezdődött a dolog, nem arról volt szó, hogy van a kopernikuszi forradalom, és már is jön a vasököl, hanem van a kopernikuszi javaslat, azon úgy gondolkozgatnak egy pár évtizedig, és akkor különböző egyéb hatásoknak is betudhatóan valóban egyszer csak jön a vasököl, mellesleg először sokkal inkább a Luther, és főleg inkább tanítványai bírálták Kopernikuszt, nem is a katolikus egyház. Tehát ez a történet mutatja azt, hogy a vallás és tudomány diszkuszió gyakorlatilag attól a pillanattól kezdve, hogy egyáltalán a tudomány gyökereiről, a mai értelembe vett nyugati természetben a gyökeről beszélni lehet, azóta már terheltek különböző tévhitekkel és visszavetítésekkel. Akkor nézzük meg, hogy is történt ez a természettudomány kialakulása. Valójában a természettudomány kialakulását Newtonhoz köthetjük, ez Newton principia, Newton főművéből származik. Ha még néhány más bekezdés hozzá olvasunk, akkor Newton egyértelműen prezentálja azt, hogy szerinte a természettudomány úgy működik, hogy a tapasztalatokból modellt állítunk föl, a modell következményeit pedig kísérletekkel ellenőrizzük. Ma is ez a recept. Igazából Newton
nagysága ebben az értelemben elsősorban annak tudható be, hogy ezek az elemek ezek mind megvoltak külön-külön, csak ilyen következetesen nem alkalmazta Newton előtt senki. Tehát ilyen értelemben azért nyugodtan lehet mondani, bár hát természetesen az ilyen óriási áttörések nem egy emberhez szoktak kötődni, de azért Newton esetében nyugodtan mondhatjuk azt, hogy, vagy köthetjük az ő nevéhez a modern természettudományt. És akkor a modern természettudomány kialakult, aminek van egy fontos következménye. Ez az a pont, amikor egyáltalán ebben a diszkuszióban rendet lehet tenni. Itt jelenik meg egy egyszerűen és világosan megfogalmazható különbség a vallás és természettudomány között, mégpedig az, hogy a két eszmerendszer igazságkritériuma ketté válik. Az igazságkritériumok úgy válnak ketté, hogy a vallás igazságkritériuma, ezt lehet koherencia elvnek is nevezni, egyszerűen azon alapszik, hogy valamilyen kinyilatkoztatással, szentírással, koránnal, valamivel összhangban van az adott állítással. Igen, akkor igaz. A tudomány igazságkritériuma pedig az, hogy a kísérleti tapasztalatot, a kísérleti bizonyítást megállja-e. És innentől fogva már egy csomó dolog megjelenik, ami a következmények szempontjából fontos, és amit nagyon sokszor összeszokás keverni. Két dolog következik ezekből az igazságkritériumokból. Az egyik az, hogy az, hogy milyen kérdést lehet föltenni az egyik és a másik eszmerendszerben, már az is ketté válik, egyáltalán nem biztos, hogy ugyanazt a kérdést értelmes megkérdezni mind a kettőbe. Sőt, én azt is mondom, hogy egy New York-i rabbi mondta egyszer azt, hogy hogyan lehetne a tudományt és a Tórát összevetni, hiszen a tudomány csak sejtésekkel foglalkozik, a Tóra meg a végső igazsággal. Ettől a kollégáim arcán összeszokott rándulni néha az arcizom, de tulajdonképpen igaz. Az a kérdés, hogy van-e az életnek értelme, az nem tudományos kérdés. De lehet, hogy fontosabb, mint az, hogy az elektron az hogyan viselkedik, amikor két résen megy át. Hát én azt mondom ezzel kapcsolatban, hogy a vallás eszmerendszerében föltehető és megválaszolható kérdések, azok akár lehetnek az ember számára fontosabbak, csak az elmondott válasz az attól függ, hogy melyik fajta szentírással akarjuk összevetni. A tudomány ehhez képest, még hajlandó vagyok azt is elfogadni, hogy sokkal kevésbé fontos dolgokkal foglalkozik, de ott az igazság az eldönthető. Tehát az ára az igazság eldönthetésének az, hogy egy csomó kérdéstől a tudománynak vissza kell tartania magát. Természetesen azt gondolom, hogy ugyanígy nincs helye a bibliai vagy más érveknek a tudományos kérdések eldöntésében. Amíg ezt betartjuk, addig valójában a nagyon sok konfliktus nincs is. Egyéb iránt az, hogy mit is jelent ez, aztán azzal illusztrálnám, egy jó pár évvel ezelőtt meghívtak egy konferencia, egy beszélgetésre, amit a Krisna tudatú hívők közössége szervezett. És ezen a beszélgetésen előtte előadások hangzottak el, én pedig egy pódiumbeszélgetésen vettem részt, és az utolsó előadás a beszélgetés előtt, az a nagyon fundamentalista, kreacionista előadás volt, ott az előadó kiszámolta azt, hogy a Bibliából ki lehet számolni, hogy 5643 éve, pontosan évszámot mondott, évvel ezelőtt teremtette a Jóisten a világot. És a moderátor ki akarta használni ezt a magas labdát, és amikor elkezdődött a pódiumbeszélgetés, akkor azt mondja, hogy a professzor hallotta, hogy a Jóisten 5643 éve teremtette a világot, mit szól ehhez? Mondom, szerintem tudományos szempontból lehetséges. Én azt gondolom, hogy az mindenképpen elképzelhető, hogy a Jóisten 5643 évvel ezelőtt teremtette a világot 13,5 milliárd évesnek. Mert a tudomány ezt tudja mondani, nem tudjuk a Bibliából kiszámolni, azt tudjuk mondani, hogy most vannak olyan észleletek, amit vissza lehet következtetni, most már elég megbízhatóan egy darabig, és körülbelül 13 milliárd évvel ezelőtt valami nagy dolog történt. Annak a részete is egészen világosak, hogy mi, de azért ezek viszont már elég megbízható és komoly mérések. Ez az, amit a tudomány tud mondani. Az, hogy a tudomány számára ilyennek látszik a világ.
Ez egy másik állítás, mint amit a Bibliából ki lehet számolni. A tudomány ugyanakkor a 18-19. Században óriási sikereket ért el, aminek lett egy következménye. A tudomány ugye egy sereg olyan dolgot, amit korábban természetfölöttinek hittek, meg tudott magyarázni. Könnyű a gondolatot továbbvinni. Hát, hogyha eddig már annyi mindent meg tudott magyarázni a tudomány, akkor csak egy kicsit még tovább kell dolgozni, és a tudomány mindent meg tud magyarázni, tehát nincs szükség természetfölöttire, ami azt jelenti, hogy innentől fog viszont a vallásnak az alapja szűnik meg. Ha nincs természetfölötti, akkor miről szól a vallás? Laplace ugye mondta azt, amikor Napóleon megkérdezte tőle, hogy a bolygó keletkezés modelljében nem bukkan föl Isten, akkor azt mondta Laplace, hogy nekem nem volt szükségem erre a hipotézisre. Laplace-nak egyébként bármekkora matematikus nem volt igaza, Isten léte az nem tudományos hipotézis, tehát nem is lehetett rá szüksége, úgyhogy ez így önmagában jó hangzik, de szamárság. Aztán persze van egy másik vonal is, hogy hát igen, a tudományt a társadalmat alkotó ember hozta létre, ezért nincs olyan, hogy igazság, a tudományos igazság sincs, hiszen az mindig a mindenkori társadalmi viszonyoktól függ. Ellen nagyon érdekes példákat lehet hozni. Összeraktam olyan dolgokat, amitől lehet, hogy néhányan fölkapják a fejüket, és a szerzők azok forognának a sírjukba, hogyha ezt látnák. Ugye nekem még annak idején volt szerencsém találkozhatni a Materializmus és empiriokriticizmus, vagy Moldova szerint 1 millió pici Krisztus című művével Leninnek, ami ilyen tudománynak látszó tárgy, de valójában egy politikai röpirat, ami egy többé-kevésbé rendszerbe foglalt zagyvaságokat tartalmaz, de ami nagyon érdekes, ezt ezt a fajta materializmust vallásosan tovább, vallásos áhítattal továbbvívő követők, azok már azt mondják, hogy Lenin a osztály jellegét megtalálta a modern fizikának. Tehát azt a kérdést, hogy a neutronnak mekkora a tömege, ezt osztály szempontokkal lehet visszavedetni. Ezt mindenki gondolja végig, ez annyira szép szamárság, hogy úgy ízlelgetni kell, ezt azonnal nem biztos, hogy teljes mélységében látja az ember. Hanvas Béla, akit egyébként nagyra tartok, hát ez amit speciál itt írt, ez nem biztos, hogy sokkal mélyebb, mint Leniné. Itt gyakorlatilag, nem, ezt nem magyarázom, hát ez annyira magáért beszél. Én értem, hogy Hanvas Béla 1963-ban, amikor éppen lényegében szálvizetésben volt Tiszaparkonyán, akkor nem volt nagyon jó hangulatban. De az a vakdüh, amivel a tudomány, mellesleg az egyetemeket, meg a klinikákat, azokat összerakja egy ilyen elmebajszerű, mert minden a társadalomtól függ, mindent a társadalom hozott létre, az nagyon érdekes. És persze mondjuk 1987-ben Sandra Herding, aki egy jeles feminista gondolkodó volt, elég nagy feltűnést keltett azzal, hogy a Newton törvényeket, mint Newton nemi erőszak kézikönyvét apostrofálta. Hát, én nézegettem azt a könyvet, egyrészt marha nehéz olvasni, nem láttam benne túl sok utalást arra, hogy a nemi erőszakot hogy kell elkövetni, és ezzel nem szeretnék viccelni, mert az nagyon, nem, nagyon elfogadhatatlan történet. De hogy ez a gondolatmenet is hogy jött össze, ezt azért nem tudom követni. Illetve pontosan tudom követni. Mind a három ugyanarról van szó. A tudományos igazság az nem attól függ, hogy a kísérlet alátámasztja-e vagy sem, hanem attól függ, hogy éppen mit akar mondani a tudomány. Valamilyen kizsákmányoló osztály megmondja azt, hogy mi a tudományos igazság. Hiszen itt ugyanerről van szó, mert valójában itt a feminizmus esetében a macsó társadalom az, amelyik megmondja a tudományos igazságon keresztül, hogy mit kell csinálni. Tehát ez azért, tehát a dolog az nagyon furcsának hangzik, ezt a három szerzőt egymás mellé tenni, de a gondolat az azért megvan mögötte. És aztán utána egy rövid kitétel szeretnék csak tenni, mert körülbelül azt szeretném mondani, hogy mivel nem akarok foglalkozni. Ugye a vallást kritizálók közül vannak néhányan, mint például egyébként az amúgy kiváló Richard Dawkins, ugye ők nevezik magukat a nem apokalisztis légyolvasának, Dawkins, Hitchens, Dennett és Harris. Ők a vallás tényleges kritikája helyett, vagy ahelyett, amiről én beszélek,
gyakorlatilag bűnlajstromot állítanak össze, és a fundamentalista vallások bűneiből következtetnek arra, hogy a vallás az helytelen. Ami megint nem a tudománynal való összevetés, természetesen sokféle eszmerendszer nevében sokféle bűncselekményt követtek el az emberiség története során, teljesen indiferens a mi szempontunkból ez nem a vallásnak a kritikája, ez valami teljesen más. Én azt szoktam mondani egyébként a Dawkins nagy sikerű isteni téveszme könyvéről, hogy azért az javarészt egy nem túl magas színvonalú történelmi ismeretterjesztő mű, mert amúgy a gondolatai azok nem mennek nagyon mélyre. Az, hogy a mögött erős politikai töltés van, az is mutatja, hogy amikor szegény Hitchens meghalt viszonylag fiatalon, 2012-ben talán, akkor még csatlakozott valaki ez a csoporthoz, egy lovas hölgy, ugye a lovagok mellé szoktak hölgyek is csatlakozni, aki egészen világosan politikai jogból csatlakozott, őnek nincs köze a tudományhoz, viszont ő egy Szomáliában született, és ott nagyon sokat szenvedett hölgy, ő a muszlimot bírálta nagyon, de ugye fölcsatlakozott ezekhez a szerzőkhöz. Ez nem arról szól, hogy a vallástudomány szempontból nézzük. Na most jön azért a neheze, nehogy valaki azt gondolja, hogy csak ilyen történelmi leckéket vettünk. Ugyanis azért ez a típusú materializmus, hogy nincs szükség az Isten hipotézisre, ez a 19. századi klasszikus tudományon alapszik. Ebben nagyon sok minden beleértendő, a Newton mechanikától kezdve mondjuk a darwini elméletig, de ez mind klasszikus. A matematikában kellett valaminek történni először, hogy tovább lehessen jutni, méghozzá az absztrakt matematika jelent meg. Az, hogy miért, azt nem tudom, ez szerintem egy kisebb csoda. Hogy jutott el oda az ember, hogy a matematikából egyszerűen megmaradt, a matematika egyszer csak elkezdett úgy működni, mint az El is csoda országban a cseséri macska, ami ugye addig vigyorog, hogy a végén már nem marad semmi, csak a vigyora. Az a módszer, amit Euklidész tulajdonképpen bevezetett, az azért mindig arra utalt, hogy gyakorlati dolgokat lehet vele manipulálni, de a bizonyítás elve az akkor kialakult, hogy mi a matematikai szigorú bizonyítás. És egyszer csak a matematikából nem maradt más, csak a matematikai szigorúság fogalma, és teljesen kimaradtak a megfogható dolgok a matematika mögül. Ilyenek nyilván például a komplex számok, azt mindenki tudja, hogy a mínusz egynek nincsen gyöke, na de ha mégis, akkor eljutunk a komplex számokhoz. Ennek első ránézésre a világon semmi gyakorlati értelme nincsen. Csak kiderül később, hogy enélkül nem működne a modern fizika. De ez egyébként, ezt szeretném azért mondani, hogy itt gratuláljunk az emberiségnek, hogy képes volt a hétköznapokra irányuló matematikai fogalmakból eljutni egy teljesen más mélységbe a matematika mögé. Hogy erre volt-e meggyődődésem, hogy erre például nincs evolúciós kényszer. 40 ezer évvel ezelőttről vannak leletek arra, hogy már az őseink azok ékszereket használtak, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy művésznek lenni már 40 ezer évvel ezelőtt adott egy társadalmi kedvezmény, ami azt jelenti, hogy 1000 generáció alatt akár még evolúciós következményei is vannak. Az, hogy valaki olyan dolgokon gondolkozik, aminek a világon semmi értelme nincs, alig hiszem, hogy evolúciós előnyt adna, különösen úgy, hogy adott esetben 20-50 év majd előjük, hogy annak mégiscsak van valami értelme. Nem tudom, hogy ez hogy történt, de megtörtént. És akkor innentől fogva már egy ugrás a modern fizika, elsősorban a kvantummechanika, mert most nem kell más csinálni, mint ott vannak a newtoni egyenletek, ezeket tekinthetjük úgy, mint a matematikának az ilyen kicsit hétköznapi megfelelőit. Ezekbe helyettesítsük a változókat operátorokkal. Ezt tette Heisenberg, aki valahogy ezeket az operátorokat az atomok fényéből levont szabályokból leste el, és csinált valamit, ami működni látszik. Aztán ettől teljesen függetlenül Schrödinger meg azt mondta, hogy érdekes, de a hullámok azok olyan furcsán tudnak viselkedni, lehetséges, hogy van egy olyan hullámmechanika, nem tudjuk, hogy minek a hullámai, csak hullámok, aminek az eredménye lesz a mechanika.
megcsinálta ezt, ebből lett a Schrödinger egyenlet, majd pedig azért kellett hozzá egy Neumann János, aki belátta azt, hogy a kettő ugyanaz, és ezzel megszületett a kvantummechanika. De ez már egy olyan absztrakció, hogy ez egy nagyon komoly szinttel mögé ment a newtoni mechanika absztrakcióinak. Mi ennek a következménye? Hát először nézzünk egy kicsit, hogy miről ismerjük fel a hullámokat. Ez egy hullám, amit itt látunk. Hogyan lehetne, mi ennek a fontos tulajdonsága? Képzeljük azt el, hogy ez egy ilyen stadionba körbe menő hullám, és elindul egymással szembe két hullám. Egyszer csak ott van egy pasas, akinek ez a szomszédja azt mondja, hogy állj föl, ez meg azt mondja, hogy ülj le. Akkor nem fog semmit se csinálni. Ez a két hullám, amikor összetalálkozik, akkor kioltják egymást. Ezt nevezik interferenciának, és ez az a tulajdonság, amiről föl lehet ismerni a hullámokat. Méghozzá lehet végezni kísérleteket. Egy nagyon klasszikus és perdöntő kísérlet, hogyha van egy hullámunk, itt jön egy zavartalan hullám, itt pedig van egy fal, ami van két rés, akkor hogyha a hullám ezen átjut, akkor itt mögötte olyan helyek lesznek, ahol a hullámok jól találkoznak, tehát amikor a pasasnak mind a két szomszéd azt mondja, hogy állj föl, vagy mind a kettő azt mondja, hogy üljenek le, ott ugye jó lesz a hullám. Vagy vannak olyanok itt a sötét csík, ahol pont az történik, hogy az egyik hullám, ami az egyik lukból jön, azt mondja, hogy állj föl, a másik, amelyik a másikból azt mondja, hogy ülj le. Tehát ott nem lesz semmi, kioltják egymást a hullámok. Ez egy nagyon klasszikus kísérlet, ez fénnyel Young megcsinálta 1800-ban, és akkor mindenki boldog volt, és tudtuk azt, hogy az a valami, ami ezt a tulajdonságot mutatja, az hullám. Vagy csak az, hogy a kvantummechanika rámutatott arra, hogy ha elektronokkal kezdjük el bombázni a ilyen két, elektronokkal csináljuk meg ezt a kísérletet, azaz elektronokat lövöldözünk rá erre a két résre, akkor annak ellenére az elektronokról azt gondoljuk, hogy ilyen kis golyócskák, mégis úgy csinálnak, mint hogyha hullámok lennének. Én nem tudom, hogy mikor kezdtem, valaki látta az időt. Csak azért, mert egy 6 perces film van, amit vagy lejátszok, vagy nem. Lehet, hogy majd utána föltesszük a honlapra, ahol meg lehet nézni. Ugyanis itt jutunk el a kvantummechanikának tulajdonképpen a szemléletünket összezavaró tulajdonságához, hogy valóban az történik, hogy az elektron az akkor így viselkedik, ha két résen tudnak átjönni az elektronok. Akkor is, hogyha az, ugye kezdetben az volt a magyarát, hogy persze, ahogy jönnek át az elektronok, vagy a rés környékén taszigálják egymást, és abból lesz ez az eredmény. Ezek után megcsinálták a kísérletet úgy, hogy biztosították azt, hogy biztos, hogy egyesével lőjük az elektronokat erre a két résre, azt jelenti, hogy másikkal nem találkozhat. Ez a golyó csak magával találkozhat, és magával találkozva is interferál. Akkor, hogyha mind a két résen átmehet. Ha ugyanis azt csináljuk ezek után, hogy meglessük, hogy melyik résen ment át, akkor az elektron azt mondja, hogy haha, én részecske vagyok. Ez azért, aki azt mondja, hogy így rendben van, az majd a szünetben jöjjön ide. De ez nem a történet vége, ennél rosszabb a helyzet, ugyanis a legutóbbi időben már volt olyan kísérlet, amiben azt sikerült kimutatni, hogy képzeljük el klasszikusan, ugye van egy, mondjuk van egy fal, rajta két nyílás, itt van a másik fal, itt mérjük, hogy hova pattannak a labdák. Dobálja valaki a labdákat, ha tudjuk azt, hogy melyik résen ment át az elektron, akkor labdaként viselkedik, ha nem lessük meg az elektront, akkor hullámként. De ha azt csináljuk, hogy ideállunk a fal elé becsukott szemmel, és megvárjuk, amíg az elektron már eljött a résektől, és kinyitjuk a szemünket, akkor az elektron tudja, hogy őt meglesték, visszamenőleg ő már itt van, visszamenőleg tudja, hogy meglesték, és azt mondja, hogy hány én kezdettől fogva részecske voltam. Világos? Nem arról van szó. Szokták mondani, hogy az elektron kettős természetű,
részecske is, meg hullám is, frászt, vagy hullám, vagy részecske, azt akkor dönti el, amikor elvégezzük rajta a kísérletet. És ráadásul ezt visszamenőleg is el tudja dönteni. És ez már nem duma, erre kísérleti adatok vannak. Tehát ez nem az, hogy a kvantummechanika egy ilyen furcsaságot jósol, de hát a fene tudja, hogy van ez. Tehát erről beszélünk. Ezt szokás egyébként kettős természetnek nevezni, de a kettős természetnek ezt úgy hívják egyébként, hogy késleltetett válasz, késleltetés döntés kísérletek, amikor engedjük tovább menni az elektront, és utána mondjuk meg, hogy meglestük vagy nem. De nem csak az elektron, az gyakorlatilag minden kvantum részecskére egyébként igaz. És ez egy nagyon fontos pont, most eljutottunk. Ez az a pont, amikor átlépjük az ember idegrendszerének, az ösztönös tudásunknak a határait. Az idegrendszerünk ösztönös tudása az úgy alakult ki, hogy megfigyeltük a körülöttünk levő világot, már mint azt a részét, amit tudunk egyáltalán érzékelni. Ezek a nem túl nagy, nem túl kicsi tárgyak, és a nem túl gyorsan mozgó, nem túl nagy, és nem túl gyorsan mozgó tárgyak. Ez a klasszikus mechanika. Ebből megtanultunk gondolkozni, ehhez megcsináltuk a Newton mechanikát, majd pedig egy abstrakcióval eljutottunk egy sokkal mélyebb világba, de ahhoz a világhoz már nem köt semmilyen észlelet, és nem is fog kötni, sose fogjuk látni. Ezért, hogyha a megértés alatt azt értjük, hogy el tudjuk képzelni, akkor most mondjuk búcsút a megértésnek. Ebben az értelemben a kvantummechanikát nem érti meg senki, és szerintem nem is fogja megérteni. Ugyanakkor meg ezért nagy csoda és gratuláció illeti azokat, akik ezt meg tudták csinálni. És itt aztán egy csomó érdekes dolog jön be. Először is a mérés fogalma megváltozik, az egyik az, hogy a kvantummechanikából következik, hogy nem lehet egyszerre tetszőleges pontossággal mérni bizonyos mennyiségpárokat. Itt nem arról van szó, hogy nem vagyunk elég ügyesek, és majd fejlődnek az eszközeink, hanem arról van szó, hogy van egy elvi összefüggés, amelyik azt mondja, hogyha egy részecskét be akarok szorítani egy helyre, akkor a sebessége az bizonytalanná válik. És ez nem, ez egy matematikai tulajdonság, ezzel nincs mit csinálni. Mi azt jelenti, ha meg tudom mérni egy részecskének a helyét elég pontosan, akkor szoktam azt mondani, hogy mondjuk ha megmérjük azt egy elektronról, hogy benne volt egy atomban, akkor a sebességét olyan bizonytalanul tudjuk csak megmérni, hogyha az elvi határt elértük, hogy egy másodperc múlva azt tudjuk mondani, hogy az elektron egy 1000 kilométeres körön belül van. Nagy valószínűséggel még Európában, de feltétlenül nem Magyarországon. És ez nem ügyesség kérdése. A másik, ami legalább ilyen zavarba ejtő, hogy nem lehet, ugye régebben az volt minden mérésnél, hogy persze tudjuk, hogy a mérés megzavarja a mérendő mennyiséget, hogyha áramot akarunk mérni, akkor az árammérő maga az változtat egy kicsit a mérendő áramon, de elég ügyesek vagyunk, akkor ezt a hatást tetszőlegesen tudjuk csökkenteni. A kvantummechanikában ez nem így van. A mérés hatását nemhogy nem lehet csökkenteni, hanem a mérés hozza létre az eredményt. Einstein egyébként soha nem békült meg a kvantummechanikával, és az egyik kérdése az volt, amikor Abraham Pajzsal sétált, megállt, megfogta a kezét, és azt mondta neki, hogy ön komolyan elhiszi azt, hogy a hold csak akkor van ott, ha oda nézünk. A válasz az, hogy a hold nem, mert a hold az egy klasszikus méretű tárgy. A hold esetében, ha megmérjük a holdnak a helyzetét, akkor olyan pontosan meg tudjuk határozni a sebességét, hogy nyugodtan meg lehet millióévekre előre határozni, hogy merre fog mozogni. De egy elektron esetében ez igaz. Az elektron csak akkor van ott, ha megmértük. Az nincs ott. Nincs, hogy ott az elektron, csak most nem nézünk oda. Az elektron akkor nincs ott. Az elektron akkor van ott, amikor megmértük. Na most ez egy nagyon érdekes történet, hogy akkor ez hova vezet. Ugye a kvantummechanika egyik klasszikusa, ugye ha visszagondolunk, akkor az előbb azt mondtam, hogy a 1900-as évek fordulóján a természettudomány sikerei azok azt mondták, hogy hát nincs szükség semmire, a tudomány mindent meg tud magyarázni, az egész világ egy olyan zsebóra, csak egy kicsit bonyolultabb, de elég sok fogaskereket alkotunk, akkor tudunk embert is csinálni. Körülbelül ez volt nagyjából a világkép.
Wigner Jenő viszont már mentséget próbál találni, tehát és ebből következett az állítás, hogy hogy lehet az, hogy te természettudománnyal foglalkozol, és mégis hiszel Istenben, hát hogy, apám, hát ez nem lehet. Wigner azt mondja, hogy hát persze el lehet nézni azt, hogy a tudósok egy része, főleg a biológusok egyébként, ez a másutt, tehát ennek a szövegnek másik részén mondja azt, hogy például a biológusok esnek különösen ebbe a hibába, hogy azt hiszik, hogy, tehát, hogy materialistáknak. Itt egy mentséget talál arra, hogy hát persze az ember szeretné a saját fontosságát, meg a saját problémáját fontosnak tartani, ezért hisz ilyen szomárságokat. Én nem akarom azt mondani, hogy ez, hogy Wignernek ilyen értelemben igaza van, én csak azt akarom mondani, hogy a világ az egy kicsit bonyolultabb annál, mint sem sokan gondolják. És akkor nézzük meg azt, hogy mi minden következik abból, hogyha, és most ismét csak oda térek vissza, ami az alapkérdés, létezik-e valami, ami nem a mondjuk azt, hogy természet fölötti. Létezhet-e? Kizárja-e a tudomány azt, hogy létezik, vagy természet fölötti? Azt megbeszéltük, hogy a tudomány ezt ki nem zárhatja, hiszen nem tudományos kérdés. De az, hogy valamit mond róla, vagy a tudományos alapon erről spekulálunk, az azért lehetséges. Egy dolgot viszont meghatározottabban állítok, a modern tudomány azt a típusú primitív materializmust, hogy kis zsebóra az ember, ezt nagyon nem támasztja alá. Nem következik belőle az ellenkezője, de az, ebben egyetértek Wignerrel, az a nagyon primitív kép az nem működik. Ez a multiverzum, elméletben most nem is akarnék belemenni, itt ez a furcsa tulajdonsága a hullámfüggvénynek, hogy az elektron itt eldönt, nem dönt el, egyik lehetséges magyarázata ennek az, hogy valójában nagyon sok, esetleg végtelen sok párhuzamos világ van, és egy ilyen kísérletnek minden eredménye valamelyik világban megtörténik, csak mi valamelyikbe vagyunk. Ebből persze az is következik, hogy ez egy zseniális elmélet arra, hogy hogyan lehet mondjuk generálni a halhatatlanságot. Nem kell más csinálni, csak bujkálni a világok között, tehát ha megfelelően cikázik, akkor tulajdonképpen ez megoldható. Ami azonban az utóbbi időben egy érdekes gondolat, és ezt Penrose, aki egy vitathatatlanul kiváló elméleti fizikus, matematikus, ő azt mondta, hogy hát legalábbis ő azt gondolja, hogy a tudatunk, van tudat, mert ezen azért lehet vitatkozni, és ez valamiféle ilyen kvantum számítógépszerűen működik. Erre azt mondta egy Tegmark nevű, szintén kiváló elméleti fizikus, hogy ez nem lehet, azért nem lehet, mert a kvantum állapotok olyan közegben, ami az agyunkban van, vagy a biológiában, tehát ott meleg van és víz van, ez egyébként a legrosszabb dolog, mert itt nagyon erős a kölcsönhatás a környezettel. Tehát a kvantum tulajdonságok itt nagyon gyorsan eltűnnek, mert nem eltűnnek, hanem megváltoznak. Most egyébként bizonyára sokan olvastak már, hogy csinálnak kvantum számítógépeket. A kvantum számítógépeket az abszolút nulla fok környékén próbálják működtetni pont azért, hogy elszigeteljék a környezettől. Tegmark tehát azt mondta, hogy emiatt, amit mond Penrose, az nem lehet. Egy Matthew Fisher nevű amerikai fickó jelent meg egy pár évvel ezelőtt, aki egy nagyon érdekes gondolatból indult ki. Ugye a lítiumot a szokás használni bipoláris disordernek a kezelésére. Ez ugye a kedélyhullámzások esetében egy használt dolog. Igen ám, csak hogy a lítiumnak van két izotópja, a hatos számba és eltesz számba. Ez azt jelenti, hogy a lítium atommagjában egyel több neutron van. És ez másképp hat. Ezt beadták patkányoknak a két különböző izotópot. Az egyik hatására, tehát vemhes patkányoknak adták be, és azt figyelték meg, hogy a patkányok megszületése után milyen lesz a gondozó viselkedés. Az egyik esetében a patkányok splínesek lettek, nem törődtek az utódokkal lényegében. Hát körülbelül azt lehetne, hogy heverésztek a kanapén, a másik esetben pedig túlgondozták az utódokat. Tehát a két különböző lítium izotóp teljesen más biológiai hatást fejt ki.
Most aki valamelyest hallott már a kémiáról, az tudhatja azt, hogy az izotópok között kémiai különbség nem nagyon van. Különösen nincs akkor, hogyha ezeket a lítium atomokat, ionokat jellemzően egy vízborok veszi körül. Tehát gyakorlatilag innentől fogva a kémia az nem működik. Akkor mi működhet? Hát működhet a spin, ami mindegy, hogy micsoda, egy nagyon alapvető kvantumos tulajdonság, ami a két különböző izotópnak más. És ráadásul a Fischer végig gondolta azt, hogy mi az a mechanizmus, amivel tulajdonképpen meg lehet csinálni az agyban egy kvantum számítógépnek a működési elemeit. Hogy mi történik, hogy ilyen foszfátionok keletkeznek, ezeknek a foszfátionoknak a kvantum állapota, az minden összefonódott állapot, az a kvantum számítógépek egy nagyon alapvető kelléke, ilyet kell tudni csinálni. Csak ez is egyébként, ez megint egy kvantummechanikai nonsens. Összefonódott állapotú részecskékről akkor beszélünk, hogyha vannak olyan részecskék, amelyek vagy úgy keletkeznek, vagy kölcsönhatásba kerülnek, és utána és összefonódik az állapotuk. Ez azt jelenti, hogy mondjuk valamit, tudom én, a spinje fölfelé áll. Akkor a két fickó elmegy, jó nagy távolságra egymástól. Ha ezt elkezdjük méregetni, azt találjuk, hogy teljesen véletlenszerűen mondjuk föláll, vagy függőleges, vagy vízszintes. Ha őt méregetjük, teljesen véletlenszerűen függőleges, vagy vízszintes. Ha viszont őt megmérjük, és ő függőleges, akkor ő is függőleges. Hiába, hogy már nagyon messze vannak egymástól, senki nem tudja, hogy mi az a mechanizmus, ami ezt magyarázza, de ez azt jelenti, hogy információt lehet úgy tárolni, hogy ilyen összefonódott párokat hozunk létre, és tulajdonképpen az agyban levő kvantumszámítógépnek ez lenne a lényegében az alapegysége. És Fischer kimutatta azt, hogy vannak olyan különleges molekuláris szerkezetek, léteznek ilyenek, nem lehet tudni, hogy ez tényleg így van, már hogy ez működik, ezeket Posner molekuláknak nevezik, ahol ez egy Posner molekula egyébként, ahol a kalcium, ugye foszfor és kalcium nagyon fontos a szervezetben. A foszfor azt is tudjuk, hogy tehát az agyműködésben is nagyon lényeges szerepet játszik, és lehetséges az, hogy ilyen furcsa molekuláris szerkezetek biztosítják azt, hogy az összefonódott állapotú részecskék még akár 10 nap múlva is összefonódott állapotúak, tehát ezt az információt még mindig tárolják. Ez egyébként mellesleg azt is jelenti, hogyha most egy kicsit már tovább spekulálunk, hogy elvileg elképzelhető az, hogyha valaki meghal, akkor az információ az agyában még 10 napig tárolva van, csak nem tudjuk kiolvasni, vagy akár tovább is. Vagy akár meddig. Nem akarom azt mondani, hogy ez így van, csak azt mondom, hogy van ilyen. Itt azért egy záró megjegyzést engedjenek meg. Én azt gondolom, hogy léteznek olyan mechanizmusok, amiket lehet úgy értelmezni, hogy az emberi agyban valamiféle kvantum számítógép működik. Csak hogyha egy ilyen cikknek utána nézünk, sajnos rendszerint a Google-ban még az első oldalon a következő, vagy mondjuk a harmadik találat, az már azt mutatja, hogy kvantumgyógyító vagyok, megfelelő pénzért a kvantumokat kiszedem az agyadból. Tehát az a baj, hogy itt aztán rögtön ott van a sarlatánság, és ezért azért nyilván az embernek óvatosnak kell lenni. Amit viszont én szerettem volna ezzel mondani, az az, hogy a vallás és természettudomány, vagy az, hogy létezhet-e a minden hit alapját szolgáló természet fölötti, vagy fizikán túli, vagy nem, erre vonatkozóan megbízható választ a tudomány nem ad és nem is fogadni. Ugyanakkor a primitív válaszok biztosan nem tarthatók, és az, hogyha valaki ezen akar gondolkozni, akkor akármeddig eljuthat, és még nem is kell neki nagyon kilépnie a tudomány határai közül, és ezzel köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönjük szépen professzor úr előadását, köszönjük szépen a megtisztelő figyelmüket, jövőre találkozunk, viszontlátásra!